Az egész kiválasztási folyamatról és minden élményről, ami ezzel az ajándékozással jött, egy összefoglaló videót kapni fogtok december 24-én, ahol figyelemmel kísérhetitek magát az átadást is. Te nyerted meg a gép? Nem mondod. Sziasztok! Eljött az a pillanat, hogy kivigyem a nyertesnek a nyeremény konfigot. Mint láthatjátok, most még itt szét van szedve, nincs még bedobozolva semmi, mert még játéktesztet végzek rajta. Csak hogy biztos, hogy jó legyen minden, telepítettem egy pár játékot rá, de mint látszik, működik, minden rendben van. A gépet így összeszerelve fogom teljesen kivinni, hogy ezzel már ne kelljen ott bajlódni. Csupán a perifériák nem lesznek összerakva, és a monitor is darabokban van, de ezt majd ott összeszereljük. Ez a videó kicsit másabb lesz, mint amit eddig megszoktatok, nincsenek előre megírva a dolgok, ez nem egy scriptelt videó, sokkal közvetlenebb, vlogolósabb lesz az egész, de én ilyenre is akartam. Úgyhogy rengeteg hiba lesz benne valószínűleg, de ez így megadja ezt az igazi emberközeli dolgot. Először is széthúztam a gépet, és beleraktam a gépház dobozába. Ebbe kellően védve lesz, nem kell majd attól félnem, hogy megsérül, és ugye belefér, mivel ehhez a gépházhoz lett kitalálva alapvetően. Minden más dobozt is el fogok vinni, ezeknek a nagy része egyébként üres, mert ugye a gépben van mondjuk a processzor, de a hűtője itt van. Azért viszem el az összes dobozt, hogy a leírások meglegyenek és a plusz tartozékok. Plusz, ha később az új tulajdon szeretné lecserélni egy-két alkatrészét, akkor jóval könnyebben tudja eladni az eredeti dobozába. Semmit se szeretnék itthon hagyni, úgyhogy most vegyük végig az összes dolgot szépen egyesével, hogy minden bekerüljön az autóba. A gép készen van, be van csomagolva, mehet is a kocsiba. A következő a monitor lesz. Ez teljesen szét van szerelve, gyári csomagolásra van visszapakolva az egész, mehet ez is az autóba. A fejhallgató, az alaplap, a videókártya, a tápegység, az M.2-es SSD, az egér, a processzor, a következő a billentyűzet, és a végére maradt a hűtő. Egy pár kérdés felmerült a hűtőpasztával kapcsolatban, amit a gépépítésnél használtam. Erre most gyorsan válaszolok is. Említettem, hogy az Arctic leküldött egy MX6-os hűtőpasztát. Ez egy teljes tubus, még teljesen bontatlan, egy 2 grammos mennyiség. Ehhez én nem nyúltam, inkább a hűtőhöz kapott hűtőpasztát használtam, nagyon egyszerű indokom van erre. Az építés során nem akartam ezt az új, direkt a nyertesnek szánt hűtőpasztát pacsmagolni jobbra-balra, meg nem tudtam, hogy most újra fogom még építeni, szét fogom eszedni egyáltalán a gépet. A lényeg, hogy nem akartam pocsékolni, de látjátok, itt van, érintetlenül beleteszem a hűtő dobozába, és megy ez is a nyertesnek. Senki ne gondolja, hogy én ezt meg akarom tartani. De a listán kihúzhatjuk a hűtőt is. Megvan. Mivel szinte sosem rögzítek hangot autóban, a hangminőségért elnézést kérek. Megpróbáltam a lehető legjobban belülni a hangerőket, de sajnos a kocsi zaja eléggé elnyom mindent. Ó, és persze erre rásegít a kislányom is a háttérben. Mindent bepakoltam, nem hagyok itthon semmit, indulhatunk is. Már most úton vagyunk, és úgy gondoltam, ez a legjobb alkalom arra, hogy kifejtsük, hogy miért is jött létre ez az ajándékozás, meg a körülményeket, kik jelentkeztek, hányan. Alapból két részre bontható ez a dolog. Az első része abból fakad, hogy én nagyjából fél éve már teljes állásban ezzel foglalkozom, és ez nyilván nézőknek köszönhető, a szponzoroknak, mindenkinek, aki ebben támogat. Nos, nekik szerettem volna visszaadni egy kicsit. A másik része ennek az, hogy én is fiatalon ismerkedtem meg a hardverekkel, meg a játékokkal, mindennel, és még az első gamernek mondható PC-met faterom ajándékozta nekem, mikor fiatal voltam, és szerintem ez volt rám nagy hatással, ezért foglalkozom ezzel. Úgyhogy közfaterna, gondolom ezt is most nézi, csőfater, köszi, hogy jöttél egy gépet. Szóval ez, és szerettem volna ezt az érzést átadni valaki másnak is. Hogy kap egy ilyen gépet, és lehet, hogy elindítja egy olyan pályán, vagy ha alapból is ez a hobbija, akkor is nagyon sokat segíthet neki ez a dolog ebben. Annyira nem volt nehéz, mert jó sok idő állt a rendelkezésre, ezt már nagyon hamar kitaláltam. Szerintem még tavasszal lehetett. De akkor még nem gondoltam volna, hogy
ennyien majd mögé fognak állni, nem is volt még annyi feliratkozom, meg szponzor se semmi. De így az év végére kialakult ez az egész, összegyűjtöttem mindent apránként, minden megjött időben, amit meg nem tudtam beszerezni így szponzoroktól, azt nekem kellett megvásárolnom természetesen. Ez nagyjából szerintem az egésznek a fele, amit én tettem bele. A leszervezés nem volt nehéz. Sokkal nehezebb volt, amire nem számítottam maga, ez az egész kis sorsolás, az e-mailek átolvasása, de szerintem térjünk is át az e-mailekre is, meg a jelentkezőkre is, kifejthetjük ezt bővebben. Alapból majdnem 3000 a fő e-mailre, amit én megadtam. Nos, nem mindenki ott jelentkezett, erre mondjuk számítottam, hogy nem mindenkinek lesz tiszta, hogy hol kell jelentkezni. Nagyon sokan értékelték magát a konfigot a shopban, amit nem éltek, és azon keresztül jelentkeztek, és nagyjából az összes létező e-mail címen keresztül megkerestek. Ezeket is elolvastam, de ezeket pontosan nem számoltam össze, szerintem egy olyan 3200 e-mail nagyjából, plusz-minusz 50. Nagyjából ennyi jött össze, úgyhogy elég sokan jelentkeztek. Én azt gondoltam, hogy lesz 50 ember, és akkor ennyi. De nem. Abban a pillanatban, amikor kiraktam a közösségi posztot, csak úgy szállingóztak a jelentkezések. Szerintem olyan 200 gyűlt össze, nagyjából egy nap alatt. De amikor a videót kiraktam, hát az egész más volt. Konkrétan folyamatosan rezgett a telefon, úgyhogy én ezt estére ki is kapcsoltam az értesítéseket, mert ez hihetetlen volt, folyamatosan. És ahhoz képest, hogy nem kértem, hogy iratkozzatok fel, sőt, direkt mondtam, hogy ne iratkozzatok fel, feliratkozók is nagyon megszaporodtak. Ők gondolom, miután kisorsolom, meg miután kiviszem a gépet, gondolom ők, hogy leiratkoznak, de remélem azért jött egy pár ember, aki a videók miatt marad és a tesztek miatt, nem a nyereményjáték miatt kizárólag. Hát már említettem, hogy nagyon nehéz. Azért volt nehéz, mert egy ilyen e-mailen keresztül a feladó életének egy részét megkapod, és nem egyszerű átlépni a következő e-mailre. Mert ugye mindet végig kell néznünk sorban, nem lehet az, hogy az elsőnek már odaadjuk a gépet és kész. Úgyhogy ez eléggé nehéz volt. Hát az első, amit felírtam, az az, hogy nekem nagyon tetszett, hogy voltak többen, akik költöttek egy verset arról, miért szeretnék nyerni a gépet. Hát inkább poénosak voltak, nem? Hát poénos, de milyen kreatív, hogy valaki így jelentkezik. Persze, mindenképpen, nagyon. Hogy beletette a munkát. Azon is meglepődtem, hogy mennyien írtak külföldről. Főként ugye a szomszédos országokból, de volt olyan, aki Amerikából, volt olyan, aki Írországból, és volt olyan, aki Angliából írt nekünk e-mailt. A legidősebb az 67 éves volt, ő az unokájának szerette volna. A legfiatalabb pedig 10, több 10 éves jelentkezett. Az az érdekes, hogy rengetegen másnak akarták. Tehát jelentkeztek, de nem maguknak akarták a gépet, úgyhogy elég sok önzetlen ember volt, ha úgy vesszük. Igen. Ez elég pozitív. Nagyon sokan akarták a barátjuknak, barátnőjüknek, gyerekeknek. Igen. Volt, aki a nevelő apukájának szerette volna. Igen. Nagyon sok tragikus sztorit is megismertünk így, habár én, ez nem volt kikötés, hogy én nem voltam kíváncsi fizetésekre és körülményekre, nem ez alapján döntök. Nyilván jó lenne, ha olyan kapná meg, aki jobban rászorul, de nem ez volt a fő cél, mert az a veszély is megvan, hogyha valaki olyan kapja, akinek nagyon nincs semmire pénze, nagy valószínűséggel el fogja adni, mert ez egy olyan kategóriájú gép, amit könnyen jó kis pénzé lehet tenni. Többen írták, hogy megszorultak, és az előző gépüket el kellett adni. Na, igen. Szóval, mire számítunk akkor? Igen, hogy nincs semmi garancia arra, hogy ez a konfig nem fog felkerülni marketplace-re vagy hardware apróra, szokásos helyekre. Igen. Volt egy jelentkező, aki azt mondta, hogy ha nem ő nyer, akkor is szívesen lát engem. Úgyhogy elvileg miután kivisszük a gépet, nem neki, utána vár minket egy ebéd. Mondjuk az ebédet nem mondta, de lesz hova mennünk. Rengeteg mindenki tanul informatikusnak. Igen. Szerintem a jelentkezők harmada biztos, és nagyon sokan foglalkoznak 3D modellezéssel. Azzal nagyon sokan, meg programozással, igen, meg úgy általánosságban az informatikával. Mondjuk ez várható volt, mert ha valaki ilyen tartalmakat néz, ugye nagy valószínűséggel vagy a munkája, vagy a hobbija valami, vagy a suli köti ehhez. Igen, meg sokan voltak, akik streamelést akartak elkezdeni. Jaj, az rengeteg. Videós, streamer, főleg a fiatalabbak voltak ezek. És aki nagyon fiatal, azért sem igazán kaphatta meg ezt a gépet. Nem tudom, hogy a szülők tudnak-e erről. És nem szeretnék egy ilyen nagyon fontos döntést én meghozni a szülők helyett, hogy ő most játszhat-e online játékokkal, foglalkozhat-e videózással, ilyesmi. Meg rossz hatással is lehet egy nagyon fiatalra, hogy így hirtelen kap egy ilyen gépet. Nem akartam a szülőkkel se kiszúrni. Meg egy csomóan azért írtak, hogy ők nem jelentkeznek, csak szeretnének gratulálni ehhez, és átadják az esélyt egy olyannak, aki jobban rászorul erre. Tehát ez eléggé pozitív volt.
Hát igen, viszont sokan írtak kommentbe is, hogy remélik, hogy jó helyre kerül. De elég nagy nehézséget okozott az, hogy ugye mi csak egy e-mailt látunk, amiből nehéz kiszűrni azt, hogy valóban szüksége van-e rá, megbecsülnie, vagy tényleg az, hogy 5 perc múlva fent lenne marketplace-en, és el szeretné adni. Az, hogy most egy jó döntést hoztunk, ez szerintem 100%-ig úgy se derül ki. Bízunk benne, és remélem jól választottunk. Először is folyamatosan szűkítettük magát a jelentkezőket, a kört, és kijött egy top 10-es lista. A sztorik nem azt mondom, hogy hasonlóak voltak, de hasonlóan hatottak ránk, ezért eldönteni konkrétan nem tudtuk, úgyhogy sorsot húztunk ebből a top 10-esből. Ide nem a leghátrányosabb helyzetű emberek kerültek be, tehát ez nem egy ilyen top 10 volt, hanem amelyik sztorik a legjobban megfogtak minket, ami a legszimpatikusabb volt, a legőszintébb, ez alapján döntöttünk, és ebből húztunk sorsot végül is, és így lett meg a nyertes. Aki egyébként egy hölgy lett végül, és ő a párjának szerette volna megnyerni ezt. Úgyhogy végül is hozzájuk kerül. Az, hogy az e-mailben mi volt, én most nem idézném, szerintem az a legjobb, ha személyesen nagyjából ők összefoglalják, hogy miért szerették volna ezt megkapni, úgyhogy ott majd visszatérünk a sztoriukra. Na, megjöttünk, remélem jó helyen vagyunk. Csengessünk be. Itt kint van egy nagyon agresszívnek tűnő kutya. Én félek. Nézd csak meg ott a másik oldalt. El is tűnt. Hello. Hello, szia. Vagy, ez ilyen bonyolult. Hello, szia. Hoztam neked egy gépet. Kínszekes, nem mondom. Te nyerted meg a gépet. Nem mondom. Elvileg a barátnőd, vagy a feleséged. A feleségem, feleségem. Ő nevezett be. Mert én nem neveztem be. De ő igen. Nem mondod. Te kapod meg. Nem mondod. De, persze, csak majd kell egy kis segítségbe pakolni. Jövök, persze. Vegyél fel valami nyugodtan. A kutyát megnézem, mert egy hülye pillanat. Oké. Okay. Persze, hello. Együtt választottunk igazából. Hát, akkor... Nem tudom. Egy pár dolog ezzel óvatosan, mert a fülei nem az igaziak. Oké. Okay. Gondolom bejöttök. Hát bemehetünk? Ahogy ne jöhetnél, de beveszel kávét valami. Sajnálatos módon a mikrofon megkergült, és amint beléptünk a házba, olyan hangja lett, mintha egy templomba mentünk volna be. Így eléggé használhatatlanak a felvételek, ez sajnos utólag derült ki. Mondom, egy pár játékot felraktam, nem tudom, mit szeretsz. De ennek ellenére megpróbálom röviden összefoglalni így utólag, hogy mi történt. Először is bemutatkoztunk. Ezek után mindhárman kaptunk ajándékot viszonzásul a nyereménygépért. Megismertük a kettőjük háttérsztoriát, és rátértünk az e-mail tartalmára. Amit így végül is én fogok elmondani röviden. A hölgy, aki jelentkezett a nyereményjátékra, mozgáskorlátozott és folyamatos segítséget igényel. Ennek ellenére a férje mindent maga mögött hagyva jött el hozzá és szerettek egymásba. A férj nem jár el a haverokkal kocsmázni vagy ilyesmi, hanem amikor teheti, a feleségével van, és segít neki a mindennapi teendőkben. Ő régóta nézőm, és igazából ő nem is tudott erről a benevezésről, ezért külön jó volt, hogy ez az egész dolog egy meglepetés lehet számára. Miután ezt átbeszéltük, jött a PC összerakása. Én itt a hatalmas gyakorlatomat elővettem a monitor szerelésnél, és hát... Még nem. De nyugi, nem lett semmi baja, összeraktuk a gépet, és minden működött hibátlanul. A nyertes nem tudott eléggé hálálkodni, és igazán szerintem fel se fogta, hogy mi történik. Beszélgettünk még egy kicsit a PC világáról, kettőjükről, és lassan elköszöntünk. Sajnos így, hogy én mondtam el, nem az igazi, de talán a vágóképek át tudták adni az egész látogatásnak a hangulatát. Nagyon jól éreztük magunkat, és úgy gondolom, tökéletes helyre került a gép.
nagyon nagy élmény volt, most végeztünk a nyertesnél, most úton vagyunk hazafele. Szerintem azt vettem észre, hogy nagyon közvetlenek. Tehát, hogy egyből otthon érezte magát az ember, meg mintha már régóta ismernénk őket. A legjobb az egészben, hogy nem csak játékra lesz használva, persze arra is, de a felesége így belevághat a 3D tervezésbe, azzal szeretne foglalkozni, meg mint utólag kiderült a nyertesnek, van YouTube csatornája, ahova gyárt tartalmakat, és így a videóvágás is sokkal könnyebb lesz neki. Hogy lesz-e jövőre ajándékozás, hát nem egy egyszerű kérdés. Én azt hittem, ez egy sokkal könnyebb dolog lesz, de ez a pár nap annyira pörgős volt és stresszes, hogy valószínűleg lesz, de még meggondolom. Biztos, hogy mindenki tudni fog róla, úgyhogy láttunk pár kommentet azzal kapcsolatban, hogy ez kamu, marketing fogás az egész. Én nem fogok magyarázkodni, szerintem a videó mindent elmondott. Egy dolog a lényeg, ami az egésznek a célja volt, hogy a nyertes kapott egy gépet, én ezt tudom, a nyertes is tudja is, ennyi volt a cél, más annyira nem is érdekel. Köszönöm mindenkinek, aki pozitívan állt a dolghoz és támogatta ezt az egészet. Szerintem az ő videó most ennyi lesz, én elköszönök, ez 24-én megy ki, remélhetőleg, úgyhogy mindenki menjen fát díszíteni, beiglíteni, meg a többit. Reszkessetek betörőket nézni. Még egyszer köszönöm az ajándékozás szponzorainak, az MSI-nek, az Arctic-nak, SteelSeries, az FSP-nek, a Novasoknak is a közreműködést, az Adatának és a Hamának. Még az évben két videó ki fog jönni, azokban még találkozunk, de előre is boldog karácsonyt és boldog új évet. Sziasztok! Remélem be fog visítani. Na, igen. Tehát úgy gondoltuk, hogy elkezdjük ezt az egészet, de nem mindenki értett ezzel egyet. Hát mennyire volt leszervezni ezt az egészet? A támogatókkal együtt, meg úgy unblock. Mennyire volt leszervezni ezt az egészet? Jó. A nehéz, az kimaradt. Mennyire volt nehéz? Gyere. Nem sikerült, üljél vissza. Mi nem sikerült? A csatorna fő támogatója a 4kshop.hu.